Hála a jó Istennek a Facebookot rengeteg olyan ember találta meg, akiknek jobb dolga is lehetne. A fiatal 8 évesektől kezdve át a felnőtteken egészen az öregekig mindenki használja szinte. Bizony, a nyugdíjasok a kedvenceim. Róluk lesz majd szó egy külön videóban is, egyelőre az üzeneteiket szeretném bemutatni. Hogy kell? Jó napot, mire gondol? Tisztelettel beszéljen velem, 76 éves vagyok! Elnézést kérek. Nem engedheti meg magának ezt a hangsúlyt! Értem, szóval mi a gond? Baj van az internet hozzáférésemmel! Rég volt velem ennyire tiszteletlen bárki is, maga taknyos teg! Mit mondtam, ami miatt tiszteletlennek gondol? Fel fogom jelenteni! A harmadik éve várom, hogy fel legyek jelentve. Általában egyébként egész aranyos leveleket kapok. Ez is annak indult, de aztán csúnya vége lett. Jó napot! Szép napot! Az unokámnak kellene egy aláírás, Nyíregyházán vagyunk! 366 kilométerre van tőlem Nyíregyháza, így sajnos ez ma nem lehetséges. De elég sűrű járok arra, így ha ott leszek, örömmel aláírok bármit. Ma kellene! Itt már sejtettem, hogy baj lesz. De ma sajnos ez kivitelezhetetlen. És most jön a virgács. Maga is csak egy jobbikos! Fattyú! Tököljön meg! Értem. Kívánom, hogy tököljön meg a Jobbikkal, meg a vonagecivel együtt, meg a lipsi fasz! Mindezt azért, mert ma nem tudok aláírni az unokájának? Jobbikos hozzáállás halasztani máskorra a kötelezettségüket! De azt is kinézem, hogy Gyurcsány Ista féreg! Értem, tehát azért, mert nem tudok ma leugrani Nyíregyre, én egy hazáruló Soros Bérenc vagyok. Még be is vallja maga gyomorult, hogy Soros Bérenc! Tököljön meg a családjával együtt! Néha örömleveleket böngész. A szexuális zaklatás egy létező probléma. Régen is jelen volt, de most, hogy már van internet, hamarabb találkozni beteg emberekkel. Az egyik pedofil nyugdíjas még rám is írt a témában, mintha ez olyan természetes lenne. Üdv! Szép napot! Van egy hölgy az ismerőseid közt, aki tetszik, de nem akar velem semmit. Ki ez a hölgy? Itt bemásolta a hölgyet. Nem idős egy kicsit ehhez a lányhoz, ő kb. 15 éve. Kit érdekel, jó nő, és nagyon megkívántam, de elküld meg, nem akar vele beszélni. Hát maga első ránézésre kb. 60 éves, nem gondolom, hogy 45 évkor különbség annyira vonzó lehet egy fiatal lánynak. Pontosan írtam önnek. Válthatna vele pár szót az érdekemben. Írtam neki, de folyton le akar rázni, meg az apját akarja rám küldeni. Nem csodálkozom, ugye tudja, hogy törvénybe ütközik a pedofília? Nézze, idős vagyok, de ez nem oka arra, hogy ne szexeljek jókat. Csak azzal összevele egy találkát, én a többit megoldom. Meg akarja erőszakolni? Péter, őszintén ki tudná meg kihinni egy 15 éves kis kurvának, aki még csak nem is felnőtt? Nagyon rossz embernél kopogtatott. Ugyancsak viccelődtem, ne vegyem mindent komolyan, Péter. Majd a hatóságoknak is, illetve a kislány szemébe is mondja ezt. Baszódj meg, te rohadt gyökér, megöllek, bazd meg! Így jártál, vén fasz. A kurva anyádat, ha köpni mersz, megbaszlak! Hups, köptem. Gyere, basz meg személyesen, ne a neten legyen nagy a pofád. Ez bizony nem szabad félváról venni. Ha te is áldozat vagy, betaláltak az utcán, Facebookon, YouTube-on, ne adja Isten mondjuk egy videós próbált erőszakkal közeledni feléd, ne habozz szólni a szüleidnek vagy az illetékes szerveknek. A mai napon töltött fel Márton kolléga egy videót a témával kapcsolatban, bátran ajánlom megtekintésre. Ideje félretenni a félelmeket és megnyílni, hát ha tudunk neked segíteni. A videó linkjét a leírásban találod. Ennyi lett volna már, köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha szeretnétek hasonló tartalmakat látni a csatornán, kérlek dobj egy lájkot és iratkozz fel. Metal.